az első játék. Etásd a kutyát, én adtam neki címnek, tehát itt vagyunk benne, ez a Pythonnak a programja. Beimportáltuk a Pythonot, a randomot, Python mixel, mixel az a zenének kell, és itt van még magyarul, csak ennél a programnál van, itt a magyarul is van, de többségnél angolul van, hogy mit itt szolgál, ezt beimportáltuk. A screen width, screen height, ez eleve a milyen széles legyen ez a képernyőnek, ahogy beállítottuk, hogy 1500-as, az valahogy így valahogy ki fog nézni. Akkor hozzáadtuk a címet, etesd a kutyát, hozzáadtuk az, hogy a nagyság, meg a magasság, hogy milyen, és akkor ezt mindig be kell állítani, ez a screen különben nem fog kidobni semmit, nem hibát fog kidobni. Most látjátok, ez a pipa az azt mutatja, hogy mindent 56-an nagyon jól csináltam. Ez a kis, ez a három izé, ilyen pici hiba, tehát ettől megy a program, nem lesz vele gond, de hogyha valaki ilyen nagyobb hibák, vagy ilyen pirosra mutatja, akkor már nem indul el a program, és akkor általában itt alul kimutatja, hogy mi lehet hiba. De ha rámentek erre, például, akkor kimutatja, hogy a 90-es sorba, kiszámoljátok a 90-es sort, vagy 130-es sorban egy pici hiba, ami nem nagy dolog, de ettől megy a játék, de na, szóval ezt mindig kimutatja, hogyha akartok javítani. Megyünk tovább. Itt létrehoztuk, hogy mit akarunk csinálni, a színeket, milyen színben, milyen színű mi legyen, és akkor mindig interneten meg lehet nézni, melyik színt hogy kell betenni programba. Tehát a fehér az ez a szín, a fekete ez ilyen mind 0-0-0, és akkor így zárójelet kell mindenhez használni. A score az a pontok, életek pedig az 5. És akkor mentem a zenékkel, eltest a kutyát, hogy milyen hangerő 0,5. Most ez max 1-ig lehet, akkor max hangerő, csak attól függ, hogy a hangszót hogyan állítsátok be. De hát ez a fél, ez pont megfelelő ehhez. A music mixer minusz 1. Tehát azt jelenti, hogy lemegy a zene, ez a minusz 1, akkor ismétli ugyanazt. Tehát nem lesz az, hogy lemegy a zene, ismétli, te játszol, és akkor vége a zenének. Na mindegy. Akkor van a title, na most ezt külön internetes oldalú töltöttem, lesz ez ilyen title, ez ilyen betű, típus betű, mint az Arial, Times New Roman, nem ilyen hasonlók, ilyen különböző betűrészek, az meg a normál, hogy mondják, és akkor beállítjuk, milyen betűméret legyen, a szövegek létrehozása, amit kiír, hogy etesd a kutyát, a cím, amit kiír, hogy azt barnába írja ki, itt mindjárt mutatom a játékot, csak végigmegyünk ezen gyorsan, akkor score text, a pontozást, így hogy írja a rektor, ez mind angolul kell csinálni, mert magyarul nem magyar a program, szóval megtanulni valamilyen szinte angolul akarjátok ezt csinálni. Életeket hogy mutassa ki, és a screen, az a width, a plusz-minusz, ezek azt mutassa, hogy a képernyő melyik sarkára tegye. De ez is olyan, hogy vagy ki kell tapasztalni, vagy sokat gyakorolja az ember, és akkor már megtanulja fejből, hogy most a screen minusz 10, minusz 20 az most arrébb van, vagy így van arrébb, vagy hogy csinálja. Game over felirat, hogyha lejár az életek, azt is bátor be kell programozni. De hogyha akarod folytatni, hogyha most lejár, akkor van erre is lehetőség. Képek megjelenítése most itt a kutyánál. A PNG, ezt az interjút töltöttem le ezt a képet. Nem sokat csináltam, így interjút töltöttem le, szóval ennél a játéknál most nagyon megtetszett, csak úgy alapjátéknak így néz ki a kép. Rámentek mutatja is. Így van. Ez pedig a hús. Akkor beálltjuk a dock, hogy mekkora nézni, hogy hol legyen a screenen, és beálltjuk a kajába, mi történjen. A játék, a fő program, amikor megy a program, tehát running, akkor amikor mozog, amikor megy, akkor Pygame, amit be kell tenni, ha viszont kilépünk, akkor viszont kilép a program, az a falsz, be kell tenni. Akkor screen, az fekete képernyő, a clock tick, hogy a clock tick az is állítsa, hogy időnként hogy jelenjenek az objektumok, hogy mennyi ideig menjen, ha nem állítunk be konkrét időt, mert ezt majd másikért időt állítottam be, akkor ez így megy elég sokáig, display bit, oké. Pályahatárok létrehozása, hogy ne menjen ki a kutya a pályán kívül, tehát ha nyomjátok a gombot, akkor elmegy a pálya sarkán, ne menjen kívülre. Karaktermozgás, és itt van be van állítva az a nyíl erre, vagy nyíl emelre, tehát azt tudja nem itt találta, nem dupla versa a D, hanem ezek a másik nyílakkal be lett itt állítva. Akkor itt van a bone velocity, oké, ez is be van állítva, jutalomfalatka, hogy érzékeli, ha elkapom, akkor plusz egy score, ha nem, akkor egy életet levesz itten, ezt is be kell állítani, hogy mekkora meg minden, akkor mindjárt végére érünk, tehát a pontszámokat fölismerje, score in score, tehát itt van, hogy ez igaz legyen, és akkor jó, és akkor mennyi élet, hogyha lemegy élet, akkor mennyi legyen, és hogyha lemegy nullára, és if, tehát mindig if-el mondjuk, ha lemegy nullára az élet, akkor a játék lepauzálja, tehát vége, ha le van pauzálva, akkor tehát itt van, visszaállítja a pontokat, visszaállítja az életeket, még visszaállítja az velocity, az ilyen kajának, hogy lassan kezd, és akkor mindig gyorsít rá, tehát a sebességet nézzük, ugye még látjuk mindjárt, hogy mire gondolok. Képek megjelenítése, hogy tehát kirajzolja a képet, kutyát, a csontot, meg amit elkap, meg ilyen hasonló,
És akkor, mikor game over van, vagy kimegyünk, akkor leáll a zene is, meg leáll a játék is. Na, nézzük, hogy néz ki ez a játék. Néha így szoktam, néha mindegy. Hát, hogyha itt megyek rá, és már itt van több program, akkor, né, akkor nem mindig, nem mindig abban megy bele, mint ez. Tehát azért szoktam jobb klikkel, és akkor rá ne. Igen, ezt én komponáltam, és akkor kutyával, tehát rosszul mondtam, mert a tasztatúrán a fölfelé, lefelé gombokat állítottam, mert tehát nem jobbra balra, az más játéknál van. És akkor ez így néz ki, itt a csodálatos zene, és akkor mindig a velocity-t gyorsul, hogy kapom el, és a kutyával így gyerünk, kutya menni fog. Ott van a jó score, tehát ez kiállt, amit a nyugodtan magyarra, hogy a pontod, vagy a pontszámod, vagy lives left, ez mindig arra, hogy általában, hogy angolul adják, mert akkor én is úgy adom meg, és akkor majd meglátjátok később, hogy meg lehet csinálni ezt magyarul is, hogy itten. Hát ez ilyen, itt egy 3 perc zenét komponáltam hozzá, és akkor amikor legszebb zene tudom, meg eléggé furcsa hangzik is, de jó van. És akkor gyerünk kutya, hogy így gyorsul, és akkor végül már alig látom, hogy elkapjam. És itt van, ezek a vonalak, azok kívül nem tudom, megy a kutya. Ne, gyerünk kutya, nem szivas, menni fog. Képes elérni 50 pontot vagyok, képes leszek. És hát a sebességem is gyorsul, tehát ott, na, game over. 48. A csodálatos, ilyenkor game over, és akkor, hogyha resettel nem nyomok egy másik gombot, akkor látjátok, bármilyen másik gombra újra indul az egész, csak újra kell 5 életem van, újra indul az egész. Tehát ez egy ilyen nagyon alap kis játék, és akkor lehet itt szórakozni itten. A zene az valami, most tovább ment, de nem baj. Úgyis, hogyha lemegy a zene, akkor is ismétlődik. Tehát ez azért csináltam a 3 perc a zenét, hogy mert nagyon kis zenét csinálsz, akkor mindig ismétlődik, akkor agyhalál hosszú távon. Tehát ez így, legalább az elmiatt az ember hallgassa még valamilyen szinten. Oké. Okay. És akkor itt most nincs az, hogy kujt, hogy megnyomok más gombot, nincs mi programozza, szóval ebben az X-el kilépünk. És ez volt az első játék.